Az év elején elkészült tanulmányban szereplő földárak számításának alapját a 2018-ban értékesített szántó, gyep, erdő, gyümölcsös és szőlőművelésű földterületek adatai adták. Az adatbázis tartalmazza az összes országosan megkötött adásvételi és haszonbérleti szerződés termőföldre vonatkoztatott adatát is. Ezáltal országos szinten megfigyelhető a termőföld árának alakulása. A termőföld árak emelkedése az nem áll meg, az gyakorlatilag töretlen. Ennek számos oka van. Talán az egyik legfontosabb oka az a keresleti piac, tehát az, hogy a gazdálkodók a hatékonyságuk növelése érdekében ugye igyekeznek minél több földterületet vásárolni, hogy minél versenyképesebben tudjanak gazdálkodni, illetve az ehhez szükséges beruházásoknak legyen értelme, hiszen ez csak bizonyos birtoknagyság fölött van értelme. És hát természetesen egy olyan erőforrásról beszélünk, ami a földön korlátos formában van jelen. A tavalyi évben az összes művelési ágat figyelembe véve 12%-os volt az áremelkedés. Ezen belül az egyik legérdekesebb művelési ág a szántóké, ott 10%-os volt a növekedés 2017-hez képest. Mi azt gondoljuk, hogy ez az emelkedés ez folytatódni fog. Ugye várható most egyfajta birtokpolitikai szabályozási átrendeződés is, hiszen valamikor az ősszel, vagy a jövő év elején, ezt majd még mi se tudjuk pontosan, de van egy kormányzati szándék abban az irányban, hogy az osztatlan közös tulajdonokat meg kell szüntetni, ezeket a mai napon is fennálló, elaprózódott tulajdon viszonyokkal valamit kezdeni kell, hiszen ez gátolja a hatékony gazdálkodást. Tehát ez is abban az irányba mutat, hogy egyre nagyobb birtoktesteket kell létrehozni, hogy egyre hatékonyabb legyen a gazdálkodás. Ezek a tényezők mind abban az irányba mutatnak, hogy a keresleti piac nem fog megváltozni. A földárak kapcsán 2019-ben is nagyjából 10%-os emelkedés várható. A bérleti díjak esetében a tavalyi évben mérsékeltebb, csupán 5%-os volt az emelkedés. Az átlagos bérleti díj országosan hektáronként 63 ezer forint körül alakult. A közeljövőt tekintve mind az adásvételekre, mind a bérleti díjakra hatással lehet a következő Európai Uniós költségvetésben szereplő területalapú támogatás összege, tette hozzá Sáho Ákos.